Tisztelt Országgyűlés, felszólásra jelentkezett Balczó Zoltán alelnök úr. Megadom a szót, alelnök úr. Elnök úr, köszönöm a szót. Körülbelül egy órája kaptuk készhez a záró vitához az ajánlást. Természetesen a módosító nyitványokat már tegnap igyekeztem átnézni. Az azért egy kicsit furcsa, hogy december 3-án benyújtották ezt a házszabályi rendelkezésekről szóló anyagot, módosítást. 2,5 hónap telt el, és most még 89 pontban kellett az utolsó pillanatban ezt módosítani. Részben természetesen tudom, hogy valóban, hogy úgy mondjam, nyelvhelyességi szempontból, de hát talán azért ezt is meg lehetett volna tenni ez alatt a 2,5 hónap alatt, nem az utolsó percben, és számos helyen tartalmi módosításra is sor került. Tekintettel arra, hogy ezek a nyelvhelyességi módosítások a leglényegesebb tartalmi paragrafusokat is érintik, így módon van arra, hogy a záró vita szabályait betartva is szóljak arról az érdemi részről, ami ennek a módosításnak a számukra legfontosabb és elfogadhatatlan területe. Nevezetesen arról, hogy ezek után a részletes vita, amelyik a törvényhozási aktusnak egy nagyon fontos része, nem a plenáris ülésen, hanem a bizottságokban zajlik. De ennél súlyosabb az, hogy a szavazások, amelyek most már nem azonos értékűek, mint az eddigiek, hogy ajánlást fogalmaznak meg, hanem adott javaslatokban, adott módosító indítványok a szavazással az adott bizottságokban dőlnek el. Ez egy súlyos korlátozása a képviselői mandátum egyenlőségének. Ugyanis jelenleg ezek a módosító indítványok, erről való szavazás, amely a ház elé kerül, azokról mindenki egyformán dönthet. Igen, tudom, majd elmondja a képviselő úr, hogy így is van olyan, amelyik nem kapott egyharmadot, és nem kérte ki egy frakció, nem erről beszélek. Arról beszélek, amiről az országgyűlés dönt, abban a döntésben, szavazásban, módosítványról, amiről döntés van, minden képviselő azonos jogosultsággal vesz részt, gyakorolhatja a jogait. Ugyanakkor a jelenlegi eljárásban a Törvényalkotási Bizottság és a Tárgyalási Bizottság lesz hivatott arra, hogy egyedileg ezekről döntést hozzon. Tehát adott esetben, hogy mondjak egy személyes példát, én a felsőoktatási törvény vitájában, valamint a módosító szavazatokról aktívan részt vettem. Tekintettel arra, hogy nem a szakbizottság tagja vagyok, ha egy ilyen javaslatot tárgyalunk a következő ülésszakon, akkor nekem sem a részletes vitában való részvételre, sem pedig a szavazásra nem lesz lehetőségem, és itt kevés erre azt mondani, de hát általában frakciók szerint működünk, és mondjuk el a frakció álláspontot az ott lévő képviselőnek, az alkotmányból levezethető egyenlő mandátum elvét súlyosan sérti, hogy most már a törvényalkotása fontos mozanatából adott képviselők ki lesznek zárva. És természetesen a vita súlyos korlátozásának tartjuk azt is, hogy az úgynevezett kétperces körök is itt leírt módon redukálva lesznek, tehát mindent összevetve bizonyos kényelmi szempontokból gyakorlatilag azt, ami jelenleg a törvényalkotásnak egy fontos szakasza, azt kiüresítik ezzel a jelenleg előttünk álló törvényjavaslattal. Nyilván a Jobbik ezért is el fogja utasítani. Köszönöm szépen! Köszönöm, alelnök.